A református gimnázium tanulói, pedagógusai közösen ünneplik advent első vasárnapját a templomban. A 10. A osztály diákjai készültek műsorral. Sokféle szöveggel dolgoztunk idén is, bibliai szöveggel is, szépirodalmi szövegekkel is foglalkozunk ilyenkor. Mind katolikus, mind református szövegeket is használunk, hiszen iskolánkban is többféle felekezetű gyermek jár. Idén különleges az adventünk, hiszen Erdő Péter bíboros úr lesz a vendégünk. Őt várjuk éppen, a gyerekek nagy szeretettel készültek erre a műsorra. A 10. A osztály néhány diákja adja a műsort, az énekeket pedig az énekkar előadásában hallhatjuk majd ebben a műsorban. Az advent lényegét próbáltam szem előtt tartani, ami ugye arról szól, hogy várjuk az Urat. Ez benne van a szövegekben is, ugye a latin adventus domini kifejezésből származik. És hogy felkészítjük a lelkünket is, nem csak a lakást, ahogy mostanában divatos kidíszíteni, hanem a lelkünket is ki kell díszíteni arra, hogy befogadhassuk az Urat a szívünkbe. Az ünnep vendége Erdő Péter bíboros volt, aki kiemelte a bűnbocsánatot és a bűnöktől való megszabadulást. A lélek megtisztulását, felkészülését helyezte a középpontba. Adventnek az üzenete mindig új és örök. Várakozunk az Istennel való találkozásra, ez az emberi létnek az alapvető állapota, az emberiségnek is. Mi ugyanis a történelmet nem véletlenek sorának fogjuk fel, hanem célirányos folyamatnak. Tehát az ember élete és az emberiség sorsa is tart valahová. Krisztus volt az, aki a megtestesülésével a nagy találkozást megvalósította már itt a történelemben, és ez fog beteljesedni az idők végén. Tehát egyszerre emlékezünk a régi várakozásra, és gondolunk a jövőre. Na most ugyanakkor a mi egyéni életünkben is megvan az Istennel való találkozás lehetősége. Ez a kiengesztelődés, ez a megújulás, ez egyszerre Isten kegyelmi ajándéka, és az embernek a cselekedetei útján erősödő, kiépülő valóság. Karácsonykor, ahol csak lehet, összegyűlik a család. És hogyha valakinek nincsen családja, és egyedül tölti a karácsonyt, akkor úgy érzi, hogy hiányzik neki valami. Tehát a közösségnek, a szeretett közösségnek, a családnak is különleges ünnepe a karácsony. Ugye gondoljuk meg, hogy Jézus hogyan is született? Hát először is nagy szegénységben a Biblia szerint hajléktalan gyerekként. Aztán milyen népfiaként született? Nem ám egy szabad és hatalmas nemzetből, hanem egy elnyomott római birodalomnak a lehigázott népéből. Ezeket tehát ő vállalta, de egy valamihoz ragaszkodott, családban akart születni és felnőni. Úgy látszik, hogy ez az ember számára annyira fontos, hogy ehhez képest az anyagi körülmények és sok más is másodlagos lehet. Tehát, ha neki ilyen fontos volt a család, akkor vegyük észre, hogy nekünk is ennyire fontos. A közös felkészülés adventre erőt ad és szeretetérzését erősíti bennünk. A diákok figyelmesen hallgatták a bíboros úr szavait, és ez erőt ad számukra a változásra.